Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a lakótelepi központi park ünnepélyes átadóján. Egy olyan parkot adunk ma át a közösség számára, melynek felújítása a városunkban az elmúlt 30 év egyik legkiemelkedőbb beruházása volt. Hiszen a lakótelep Paks egyik legnépesebb városrésze, a park pedig a legforgalmasabb területe. Ugyanakkor a felújítás összege is kiemelkedő az elmúlt évtizedek városi beruházásainak sorában. Hiszen 1,6 milliárd forintot tudtunk a központi park megújítására fordítani, mely részben saját városi forrás, részben pedig kormánytámogatás, melyet ezúton is megköszönök a magam és a város polgárai nevében Süli János miniszter úrnak. Hiszem, hogy legalább 2 évtizedes adósságot sikerült rendeznünk az önkormányzat részéről városunk lakossága felé. Hiszen a park eredeti állapotában előregedett, balesetveszélyes és méltatlan volt egy ilyen jelentős városrészhez és az itt élő lakosokhoz. De abban is biztos vagyok, hogy ez a beruházás nem csak a kövekről szól. Az első perctől kezdve törekedtünk arra, hogy a park minden részletébe beleálmodjuk azt a koncepciót, amit ma egy ilyen közösségi térnek tartalmaznia kell, és arra is, hogy a felújított tér minden eleme szellemiségében, szolgáltatásában visszaadja az ide látogatók számára, hogy az önkormányzat és a városvezetés milyen gondolatokat és értékrendet képvisel, amivel városunk lakóit szeretné a mindennapokban szolgálni. A tervezés első pillanatától az egyik legfontosabb célunk az volt, hogy itt a panelházak ölelésében a lehető legnagyobb zöld felületet tudjuk a parkban biztosítani. Ezért a teljes betonfelületet feltörve mintegy 6000 négyzetméteren történt füvesítés, 60 darab fát és 10000 cserjét ültettek el a kivitelezők további 3000 négyzetméteren. Mindehhez pedig modern, automata öntözőrendszer is telepítésre került, melyet saját fúrt kútból táplálunk ahhoz, hogy a park mindig a legszebb arcát tudja mutatni. Nagyon fontos célunk volt az is, hogy a tér egésze akadálymentesen legyen megközelíthető mindenki számára, valamint, hogy a gyalogosok biztonsága a lehető legnagyobb legyen. Ezért csökkentettük jelentősen a lépcsők számát, a megújult lépcsők mellé pedig korlátok kerültek kihelyezésre. A nagy lejtésű gyalogos felületeken rámpafűtést telepítettünk, mely a téli közlekedést teszi biztonságossá. A Barátságút és a Kishegyi út kereszteződésében 2 új gyalogos átkelőhely épült akadálymentes kialakítással. De a tér közvetlen környéke 20 új parkolóval is gazdagodott, az ide érkező autósok kényelmét szolgálva. A biztonságot tovább növeli, hogy 4 darab új, a városi térfigyelő rendszerbe bekapcsolt kamera is felszerelésre került, valamint a park világítása is teljesen megújult. Ennek keretében 70 darab új kandellábert és lámpatestet helyeztünk el, és az üzletek előtetőibe több mint 3 km hosszúságban LED világítás került beépítésre. Az üzletek előtetőit is a beruházás részeként felújítottuk, és automata hó- és jégmentesítő rendszerrel láttuk el. Természetesen a komfortra és a parkba érkezők kényelmére is törekedtünk, ezért telepítettünk programozható élményszökőkutat, összesen 30 darab hagyományos és modern okospadot, asztalokat, kerékpártárolókat, valamint ivókutat is. Mindezek pedig együtt szolgálják a parkkal kapcsolatos legfőbb szándékunkat, hogy ez a terület valódi közösségi térré alakuljon át. Olyan helyé, ahol idősek és fiatalok, családok és egyedülállók egyaránt biztonságban, komfortosan tölthetik idejüket, beszélgetve, csendesen üldögélve, kutyát sétáltatva. Hiszem, hogy a következő időben az eddiginél is pezsgőbb közösségi élet modern szintere lesz ez a tér, ahol számos városi rendezvényünk is helyet kaphat. Ezen célunk megvalósulását az is segíti majd, hogy a föld alá helyezve kiépítettük a rendezvények lebonyolításához szükséges csatlakozó szekrényeket is. De nem titkolt reményünk az is, hogy a tér megújulása az itt található üzletek külső arculatának változását is elősegíti. Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Engedjék meg, hogy bejelentsem, hogy a lakosság szavazatai alapján a mai naptól a központi park nevet az Atomtér elnevezés váltja fel. Az új nevet talán mindannyiunknak ízlelgetni kell még egy kicsit, de ahogy azt keleten tartják, a névben mindig benne van a nevet kapó sorsa és rendeltetése is. Ezért az új név annyiban mindenképpen helyhez illő, hogy az atomerőmű nélkül soha nem épült volna fel városunk lakótelepi része, és Pak sem lenne az, amivé az elmúlt 40 évben vált. Egyben hiszem, hogy a megújult park előre jelzi városunk közös jövőjének, sorsának irányát is. Hiszem, hogy ez a gyönyörűen megújult tér jelképe lesz mindannak a változásnak, mely városunk előtt áll a következő 1-2 évtizedben. Megtestesíti azt a modern, a közösség szolgálatára építő jövőképünket is, melyet a jelenlegi városvezetéssel Paks számottevő fejlődésének érdekében szeretnénk a következő években is megvalósítani. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Megköszönöm az elvégzett munkát a polgármesteri hivatal munkatársainak és a kivitelező konzorcium dolgozóinak. Bízom benne, hogy városunkban az Atomtér megújulásának mindenki egyformán örül. Ne azt nézzük, hogy mi és mennyi hiányzik a pohárból, hanem örüljünk annak a soknak, amit közös munkánk gyümölcseként beletölthettünk ezekben az egyre nehezedő időkben. Legyünk büszkék erre a régóta várt sikerre. Kívánom, hogy városunk legmodernebb közösségi terét, az Atomteret használjuk nap mint nap, egészségben, biztonságban, örömmel és Isten áldásával. Köszönöm figyelmüket!